Sziasztok, Nordi vagyok a Catcorp csapatból, és nagy örömömre végre megérkezett a Delfin cég Catcorp brandjének a új zászlós hajója, a Catcorp Valhalla nevű 3 méteres és 950 g dobósúlyú horgászbotja. Ez egy sokszorosan túlerősített bot, tulajdonképpen ez nem elsősorban harcsázó bot, ez egy harcsázás követelményeinek is megfelelő horgászbot, amivel bátran mehetünk tengerre is, vagy akár vizákra, akár trópusokon nagyobb harcsafélékre horgászni, amit a gyártó külön feltüntetett, tehát sokaknak igaza van, hogy ez túlzás, főleg hazai viszonylatban, de viszont minőségét, kidolgozását tekintve és ehhez képest, még mindig kedvező árát nézve, én azt mondom, hogy ez egy igen jó vétel, viszont a számításba kell venni, hogy gyengébb fizikumú vagy akár kisebb testsúlyú horgászoknak ezzel meg fog gyűlni a baja, ha egy komolyabb halat akasztanak, mert hát mi kipróbáltuk Takás Tibor barátommal. Körülbelül olyan 30-40 kiló közötti erővel terheltük egy pár percen át, de már mind a kettőnknek vége volt, úgyhogy ezt a botot nem sikerült sem megrecsenteni, se eltörni, és még volt benne bőven, tehát ehhez azért egy igen komoly fizikum kell. Tulajdonképpen, amit így nagy vonalakban szeretnék róla elmondani, az az, hogy egyáltalán nem egy olyan durvú bot, mint amire a dobósúlyából következtetnétek. Ez szerintem látszik is, hogy a spic része az relatíve érzékeny maradt. Azért van egyébként, mert ugye nagyon sokan mostanában spanolós, szakítós módszerekkel horgásznak. Emiatt azt csinálták, hogy az egész botot, de ezt majd közelebbről is megmutatom, egy kevlár hálóval szőtték be, egészen eddig a pontig. Az utolsó 2, 4, 6, 8, 9 gyűrű között nincsen ez a kevlár merevítés, viszont a spirálkardban továbbra is erősíti a botot egészen a spitz gyűrű végéig. Így elérték azt, hogy idáig a botnak van egy hatalmas merevsége, innestől viszont, hát mondom, ez relatív, de szerintem látszik, hogy azért marad benne egy kis dinamizmus, rugalmasság. A kidolgozása egyébként nagyon szép, mindenhol meg van erősítve a gyűrű kötések alatt kapott plusz kevlár szálat, tehát az alap kevlár hálóra még ráhúztak egy kevlár hálót, egy kisebb lyukú, sűrűbb szövésűt a gyűrű kötéseknél, szép díszkötéseket kapott, hogy a zöld terep mintás méltaggal összhangban legyen a bot színvilága, a gyűrűk azok fudzsik, az orsó tartó az egy fém, szerintem 22-es vagy 24-es méretű, de mint látjátok a Blackhat Extreme 4105 az bőven belefér, meg egyébként kipróbáltuk SSV 10500-al is, nem volt gond vele. Nagy vonalakban ennyit szerettem róla mondani. Ja, és egyébként a Petróci Pisti ajánlotta nekem ezt a botot, ezt még fontosnak tartom megemlíteni, mert ha ő nem mondja nekem, hogy ezt Szlovákiában látta, akkor nekem erről fogalmam se lett volna, hogy ez a bot létezik. Próbáltuk már előrendelgetni is, meg ilyenek, de nem volt rá lehetőség sajnos, úgyhogy csak most került a kezem ügyébe. Viszont remélem, hogy sok jó élménnyel gazdagodunk majd együtt. És hát akkor nézzük meg a botot közelebbről, elmagyarázom nektek, hogy tulajdonképpen mik azok a technikai megoldások, amik ennyire kimagaslóvá teszik a nehéz harcsázó botok között. Szóval ugye, mint mondtam, a nyél az teljes egészében neoprén, ez itt kettő anyagdarabból van, de itt az illesztés az gyönyörűen összecsiszolták, úgyhogy gyakorlatilag ez nem is látszik, az alsó a sima fekete, a végdugót azt megmutatom nektek. Ez tulajdonképpen fárasztó öv csatlakozó. Nem véletlen ugye a tengeri használat miatt erre szükség lehet. Itt bele van gravírozva szépen ez a Valhalla típus név. Ugye itt a tovább haladunk, itt egységesen ez a zöld, neonzöld ergonomikusan kialakított fárasztó nyeles osztott megoldás van. Az orsótartó az, mint mondtam, fém. Ebbe beleférnek a legbatárabb borsók is. Kettő darab megszorító csavarja van, ami szintén fém, közte gumi alátét. Szerintem hibátlan kidolgozás. Na, a kevlár háló, az ugye mint itt látszik, már innen indul, egyébként szerintem a bottest teljes egészét bevonták vele, a nyél elejétől kezdve. Itt van egy-két díszkötés, itt látjátok tovább jön a kevlár háló, és a lényeg az egészben, hogy amit mondtam is, itt látjátok, itt idáig van ez a alapháló, és itt pluszba van rátéve egy sokkal sűrűbb, apróbb szemű, szövésű háló a gyűrűkötések alá, pluszban még erre. Itt fut rajta végig ez a spirális elrendezésű keresztkarbon erősítés, még az egészen, a legtetején.
a gyűrűk azok ugye, hát szerintem ez Fuji, igaz nincsen beleütve, de szerintem ugyanarról a gyártósorról származik, mint a Warlock Pro gyűrűsora, mert ez teljesen ugyanaz. És amit mondtam nektek, hogy itt van vége ennek a Kevlar hálózásnak, és innestől csak a spirális karbon merevítés fut már végig egészen a spitz legutolsó gyűrűjéig. Egyébként szerintem a bot igényességéből kiindulva ez egészen idáig alá van spirálozva, tehát ez nem dizájnra megy, ez mind olyan technikai megoldás, aminek a bot erejének karakterisztikájában van tulajdonképpen nagyon fontos szerepe. És hát akkor nézzük is meg, hogy mit tud ez a bot, ami egyébként, hát én úgy fogalmaztam, ezen nagyon jót rögtünk, hogy tulajdonképpen ő úgy rontott be a nehéz harcsázó botok szürke közegébe, hogy nem kopogtatott, hanem csak szépen rájuk rúgta az ajtót, és megmutatta, hogy tessék, itt van.